Angyali Szigeti Podcast, mert aki... Hát Angyali Civilek Podcast volt az eredeti elképzelés, amiként ez az egész elindult. By the way, van egy nulladik podcast verzióm, amit tartogatok. Tehát fölvettétek, de nem raktátok ki? Nem, az egy ilyen belsős beszélgetés volt a férjemmel, hogy kéne valamit csinálni ezen a szigeten, és adjunk már róla hírt. Ez. Kedves hallgatóink, Boda Kittit hallottátok, aki éppen elnökségi tagja az Angyali Szigeti Civilek Egyesületnek, ugyanis itt vagyunk az Angyali Szigeten. Elmondjuk gyorsan, hogy ez, hol van ez a sziget? Vagy ti elmondjátok, hogy hol van ez a sziget? És aztán bemutatok benneteket. Ez kérlek szépen a 22-es folyamkilométeren van a Kis-Dunán, hogyha ez bárkinek mond valamit, körülbelül 40 kilométerre Budapesttől délre. Tőlünk innen egy 2-3 kilométerre Ráckevei híd, körbe meg sok-sok víz. Úgyhogy... Körbe meg sok-sok víz, és itt hatan ülünk körbe egy kertben, ez az első olyan adásunk, hogy kertben vagyunk. Zoli, te egy kicsit izgulsz ettől. Én nagyon izgulok ettől, igen, mert nagyon jó kis madárcsicsergések lesznek. Most nemrég hallottam egy podcastot, ami a nagyobbik részében ilyen hangfelvételekből állt, ahol a metrózaját, a madárcsicsergést, a vízcsobogást és ilyeneket rögzítettek, és a podcastban rendhagyó módon nem beszélgettek, hanem ezeket a hangmintákat hallgattuk hosszasan. Mert ez is egy ilyen podcast lesz. De remélem nem. Nem, mert van összesen 5 meghívott vendég. Itt mi vagyunk a vendégek, azt hiszem itt az Angyali Szigeten, és 5 vendéglátónk van. Mutassuk akkor őket be. Kezdjük a hölgyekkel. Boda Kittit, akit már az előbb hallottatok itt a Cold Open-ben, az Angyali Szigeti Civil Egyesület egyik alapítója, alapító elnöke volt, és most pedig elnökségi tagja vagy. Igen. Ha rosszat mondok, akkor majd egészítsetek ki. Mindenképp. Kós Kovács Anna a teljes nevem. Kós Kovács Anna, tag és elnökségi tag. Igen. Az Egyesületben. Fogarasi László úrra nézek, majdnem leurasztam itt a korelnökünket ennél az asztalnál, aki Angyali Szigeti civil. Így van. És Nagy Sándor, aki jelenleg az elnöke ennek a civil egyesületnek. Pontos. És Kós Kovács? Nem, Bunda Péter, aki pedig ennek a kertnek az elnöke. És sziasztok, aki meg még beszélt itt, az Bürger Zoltán, engem pedig Kubatovics Áronnak hívnak, és ez a podcast a 101-es szobából 40-valahanyadik adása. És ez egy helyi adás, kedves hallgatóink. És ahogy hallhattátok, Angyali Szigetre jöttünk el, ez Ráckeve mellett van. Én fölírtam magamnak néhány dolgot a szigetről, és léci, erősítsétek meg, vagy cáfoljátok. Én úgy tudom, hogy kevesebb, mint egy tucatnyi állandó lakója van ennek a szigetnek, tehát aki, és ti itt laktok. Mi itt lakunk, de szerintem többen vagyunk már. A Covid az egy kicsit, mi is a Covid-dal jöttünk, és szerintem a Covid az egy kicsit ráerősítette. De bejelentkezve, tehát a ráckevei önkormányzatnál bejelentkezve. Az úgy lehetséges, tehát lehet, hogy hivatalosan annyi alatt. Aha, és valószínűleg nem hivatalosan, de most már többen. Szerintem igen. Aha. Egy ilyen 25-30-ra simán tippelek. Hát én több dolgot hallottam a szigetről, vagy olvastam. Egyrészt azt olvastam, hogy Mátyás király vadászterülete volt, aki itt vadászott, és annyira föllelkesült, hogy milyen angyali ez a hely, és ezért lett Angyali Sziget a neve. Aztán olvastam egy olyat is, hogy tatárok vagy törökök elől menekültek ide a város lakosai, és hogy annyira angyali csodálatosnak gondolták ezt a szigetet, úgyhogy elnevezték Angyali Szigetnek. Illetőleg olvastam valami olyat, hogy talán Mátyás király itt légyottokat szervezett, és akkor azért angyali időt töltött el. No, minden esetre a 60-as, 70-es évek parcelleztek ki, és a csepeli autógyár dolgozóinak parcelleztek ki, és azóta, 60-as, 70-es évek óta van az, hogy itt rengetegen jönnek ide nyaralni. Nagy vonalakban jó nyomon jársz, vagy legalábbis azok a forrásaid, közel állnak a valósághoz, de azért némi pontosítást hadd tegyek. Igazából a mi egyesületünk például nem előzmények nélkül való. Az történt ugyanis, hogy a szigeten, amely királynői birtok volt, tehát a mindenkori, már a török uralom utáni időszakról beszélek, éppen aktuális királynő kapta ezt hozományként, amikor királyné lett, és ez a környék, tehát maga a sziget is, meg a Csepel-sziget egésze is, ez úgynevezett királyi birtok, vagy hát pontosabban királynői birtok volt. Ígyképpen, amikor aztán a török kiűzése után ugye a
a oszták, német, európai csapatok felszabadították a török uralom alól Budát és Magyarország többi részét. Ez megmaradt, viszont Ráczkeve városa az önálló mezővárosi stallumot viselt, így az angyali szigetet bérbe vette a királynői uradalomtól, a ráczkevei polgárok, vagy hát gazdák. Gazdálkodást folytattak itt, még a 30-as években, egyesületet hoztak létre 1935-ben, az angyali szigeti gazdák egyesületét. Ezt az egyesületet 1949-ben szüntette meg a kiépülő rákosi rendszer, hiszen minden gyanús volt, ami civil vagy polgári jellegű szövetkezés volt. Tehát eltelt pár évtized, amikor mi ezt a gondolatot újra fölkaroltuk, és úgy gondoljuk, hogy erre szükség van egy olyan civil szerveződésre, ami a szigeti tulajdonosokat. A másik része a tulajdonosi kör kialakulásához pedig hát azt kell tudni, hogy mivel a ráczkevei polgárok kapták meg a földosztás után 45-ben, ők ezen a területen nagyon nehezen tudtak gazdálkodni, ezen csónak kell minden átkeléshez. Fölhagytak azokkal a gyümölcstermesztéssel, ami a háború előtti időszakban itt volt, tehát nagyon sok elvadult terület kerekedett itt. Így került arra sor, hogy aztán a gazdák, illetve a akkori tanácsrendszerben parcellázásra adták a fejüket az akkori vezetők. Hát nem a cseppelautó munkásai kimondottan, de bizonyára ők is sokat. Nagyon vegyes Budapest, emlékeztek talán, hogy a 70-es évek elején indult el a Vikendváz. Egy filmünk is van erről, ezt úgy nevezték el, hogy Vikendsziget. Hiszen a budapesti lakosok általában szerényebb keresetű, akiknek Balatonra vagy Velencei túra nem futotta, ők kaptak itten telket, vásárolhattak telket. Azóta folyamatosan változik ez a kör, gyarapodik, most már sokkal nagyobb létszámban, de meghatározni nem lehetne, hogy bizonyos gyári munkások, vagy éppen értelmiségiek lennének. Itt nagyjából egy lecsapó leltárt tudnánk végezni, a magyar társadalomnak minden szegmense föllelhető lenne. Hogy fizikailag elhelyezzük, ez egy elég nagy sziget. Tehát én nekem legalábbis meglepődtem, amikor utána néztem, 3 kilométer hosszú, bizonyos területein több száz méter, vagy 150-200 méter széles is. Hát ez egy elég nagy sziget. A legnagyobb a kis Duna. A legnagyobb, kis legnagyobb a kis Dunán. Nincs híd, nincs víz, nincs csatorna, áram van. Áramot van, amikor 90-es évek közepén végén vezették be. Csatornai már van, erről majd mindjárt fogunk szerintem beszélni. Tehát, hogy ez vadregényes azért még mindig, így 2023-ban. Legalábbis nekünk ez az érzésünk, amikor én most vagyok itt ezen a szigeten másodjára, Zoli, te elsőre. Én ezen a szigeten nem voltam még, egyébként a 90-es, nem, a 80-as évek közepén még nyaraltunk itt, szomszéd kisebb szigetek valamelyikén egy néhány alkalommal, nagyon szép emlékeket őrzök. Tehát, hogy csak azért, hogy a kedves hallgatóink tudják, hogy tulajdonképpen akkor ez egy mekkora szigetről van szó. Ha itt mindenki beköltözne, lehet, hogy 1000 vagy nem tudom hány ember azért itt elférne. Tehát sokan. Itt kb. 500 parcella van. Nincs ennyi ház, mert most már kezdődnek összevonulni, ugye itt a 50-es, 60-as évek volt az, aki parcellázási rész, akkor nagyon sok pici kis fakuli pintyó keretkezett, mert az övében szombaton tudtak leérni, vagy akkor még szombat munkanap volt félig. Akkor még nem voltak motorok, tehát beelveztek, és vasárnap haza kellett menni. Tehát egy horgászat, akkor még áram se volt. Valamikor, nem tudom mikor vezették be az áramot, de azt tudom, hogy szavazás volt itt a szigeten, és 60-40%-ban mondták azt, hogy legyen. Tehát volt nem csak a múlott. Volt 40%-ig, azt mondja, ne legyen áram. Úgyhogy a sziget méret, kb. 500 telekről szoktunk beszélgetni. Alapvetően ez a 30-50 fő, aki állandóan a szigeten tartózkodik, nyáron ez nyilván megnő. Azt szoktuk, hogy vendégekkel együtt. Jó, mondjuk augusztus 20-ai hétvég, az valószínűleg 2-3 ezer ember lesz a szigeten. Azért az nagyon sok. Vagy soknak tűnik így. Hát az a maximum. Igen, legfrekventáltabb időpont. És akkor az egyesületet pedig 2000, tehát 2 évvel ezelőtt alapítottátok. Igen. Miért? Akkor itt van az a pillanat szerintem. Az elhallgatott podcastotokat, akkor ezt most így megtudod. Azt nem. Az maradjon elhallgatott. Nem, mert igazából várjátok, mert 2023 van, tehát igazából az egyesület akkor jön létre, amikor az emberek kimondják, hogy akarnak egyesületet, az 3 éve volt.
kb. Így ebbe az időszakban, vagy kicsit később, amikor 2020-ban volt egy ilyen nagy lendület a helyi közösség szintjén, mert hogy elharapódzott a szeméthelyzet a Covid miatt, nem működött jól a szolgáltatás, amúgy is picit nehézkes, de hogy az nem segített, hogy sokáig kimaradt, és aztán ilyen lehetetlenül, hogy nagyon nehezen tudott helyreállni, és akkor ez így szemmáltatóvá vált a szigeten, hogy itt tett őrült nagy kosz, meg ezért minden így itt van, és akkor ezzel kéne valamit csinálni, és akkor így nagyon sokféle szinten nyúlt hozzá szerintem itt a helyi közösség, a szemétszedési akcióktól a visszadobálom a kertjébe, mert már akkor kommandók voltak, hogy ne legyen ez, hogy illegálba kirakja olyan zsákban, de nem lehet. Meg hát elindult egyeztetés a szolgáltatóval, önkormányzatokkal arról, hogy akkor ezt így tök jól megoldani. És akkor ennek volt egy tök nagy fölhajtó ereje. Hát engem mindentől kezdett el érdekelni személy szerint a dolog, hogy akkor ebből hogy lehet tényleg olyan ügyet csinálni, amivel így érdemben változást tudunk elérni így a pillanatnyi helyzeten túl. És akkor ez ügyben jöttünk először össze nagyobb számba, szerintem itt szigetként, egy ilyen 70 fős fórum volt a kertbe. Az nagyon... Az soknak? Az nekem az nagyon az nagy király volt. Nem volt nagy kertem, de azért ott, na, szóval egy izgalmas, meg nagy előkészítés volt, hogy az úgy összejöhet, tehát annyi fővel, tehát nagyon sokan vettek részt abból, hogy az ugye meglegyen. Plusz maga ugye az, hogy akkor ott ennyi ember adta az idejét, több órát voltunk együtt, még valamit, tényleg olyan közmegegyedésig eljutottunk, hogy akkor amit szeretnénk amúgy kérni ettől, attól, amattól. És akkor, már ott rögtön több ügy előjött, tehát hát abszolút, szerintem ez ilyen létező magyar dinamika, kinyitottad a kis sajtót valami brutálra, és akkor kiömlött belőle egy csomó egyéb történet, és az az érzés szerintem, hogy ott aztán leültek velünk tárgyalni, hogy aztán ebből lehet vinni tovább dolgokat, hogy van értelme annak, hogy ezt így csináljuk. Kik ültek levelet tárgyalni? Az önkormányzat külön is, így van, meg a szolgáltató, aki ezt a szemét hulladékot kezelte, és akkor ők közösen is leültettük őket, hogy ne tudjanak egymásra mutogatni. Szóval szerintem ez egy olyan visszajelzés volt, önmagában már egy aszfületi konszenzus a szigetiek körében, majd hogy aztán ebből lehetett érdeket érvényesíteni hatékonyan. Ez egy ilyen jó lendület volt arra, hogy akkor azt mondják így viszonylag sokan, hogy hát akkor ennek után van értelme, és akkor nyilván Laci bácsi volt az egyik ilyen felbújtója, aki a egyesületet akart csinálni, és akkor végül úgy döntött ott a csapat, hogy hát akkor megérni össze együtt maradni, és akkor aztán lett egyesület igazából annak érdekében, hogy összetartsa ezeket a mozgásokat, mert már volt olyan szinten az itteni kör, hogy képes legyen nem csak az ügyeket vinni, hanem egy szervezetet menedzselni, ami szerintem nagyon nagy dolog, hogy ilyen magas szinten van a tudatosság, meg a részvételiség, meg a minden, ami ahhoz kell, hogy embereket érdekelje, hogy mi történik a szigeten. Engem mindig kicsit érdekel ennek a, hogy mondjam, a szárazabb része is, hogy a szemészállítás körül, hogy ez hogyan zajlik itt, hogy itt kiteszitek a zsákokat a kert elé, és jön valaki ember, és összegyűjt, és egy nagy csónakban beviszi Láckevére, vagy hogy kell ezt elképzelni, ezt a szemétszállítást? Csónakos KFT gyűjti össze, igen, de nem a ház elé tesszük ki, hanem egy szeméttárolók vannak. A több a szigeten, azt hiszem 11, és onnan fix helyekről gyűjtik össze csónakkal. És hetente kétszer. És akkor a Covid alatt ezt teljesen szünetelted ez a szolgáltatás? Volt egy átállás a folyamatban, ők bevezettek különböző színű zsákokat, amit szelektívre vagy kommunális hulladékra szeretnének, és nem vitték el az egyéb zsákot. És ez nagyon lassan ment át a helyiek tudatába, hogy már nem szabad kitenni zsákokat. Kitették, és így felhalmozódott a szemét, mert azt már nem vitték el. És erre indult az akciónk, hogy mi nem összegyűjtöttük a szemetet, hanem átzsákoltuk. Úgyhogy kemény volt, mert neki kellett állni a szeméttárolóknak és bezsákolni, mert máshogy nem vitték el. Meg gondolom, akkor ott volt egy ilyen, mondjam... Egy internet. Nem, hogy elkezd mesélni az embereknek, hogy hello, srácok, mostantól kezdve zsákba kell tenni. Plakátoltunk például. Nyitottunk plakátokat, kiírtuk a Facebook csoportba, mert elég jó aktív Facebook csoportja van a Langyali szigetnek, úgyhogy azért sok mindenkit el tudunk érni, de így is még sok mindenkit nem. Úgyhogy ezért hosszú volt a folyamat, mire átálltak az emberek. Hát ez is hozzátartozik szerintem, hogy ugye van, aki minden hétvégén kijön, van, aki fél évben egyszer jön ki, és
ugye legtöbbször ez a legkisebb gondja, hogy ő itt a helyi közéleti vagy közületi változásokat lekövesse, ő csinálni akarja a szokásos dolgát, becsónakozik, horgászik, és kirakja a szemetet a fekete zsákban. És akkor az is hozzátartozik, hogy van adásszünet ebben a szemétszállításban, tehát a téli időszakban nincs például. És akkor... Egyáltalán nincsen? Egyáltalán nincs, akkor ki lehet vinni... Ki lehet vinni, egy-egy tároló van kint, ami ugyanezekbe a zsákokba, és akkor itt is mindig van ennek, hogy na, mikor áll le a szemétszállítás, de azért én még kiviszem az utolsó két zsákot, de ha kiviszed, az még 4 hónapig itt lesz. Tehát, hogy van egy csomó nehézség, ami arra sarkalja ezt a sztorit, hogy nem működjön. Tehát, hogy minden arra utal, hogy nem akar működni. A szolgáltatók sem segítenek a tájékoztatással, szóval nem csak a helyi lakosok miatt történt ez, hanem nem tájékoztatták, hogy már rövidebb a szállítási időszak, már át kell más zsákokat kell használni. Pedig nem, hát azért nem ez az egyetlen sziget itt a Ráckevei kis Dunágon, tehát van egy csomó szigeten laknak meg, szóval van, tehát hogy ez, erre lehetne már egy kialakult rendszer. Hát az a kérdés, hogy mennyire nyomják a helyiek, hogy ez baj. Tehát, hogy itt igazából szerintem a változás abból keletkezett, hogy mi folyamatosan nyomással tartottuk ezeket az embereket, meg ezeket a szereplőket, ami hát iszonyatos energiákat viszel, tehát hogy ha valaki bárhol, mikor is próbálkozik ilyesmivel, azért az így pontosan tudja, hogy ez nagyon idegtépő, ennyi idejünk keresztül visszapattangatni, aztán megint neki futni, megkapni az ívet innen-onnan, amonnan, hülyének nézve lenni, mert azért így kezdődik minden tárgyalás szerintem ma, akkor a döntéshozó pozícióban lévő emberekhez megpróbálunk közelebb lépni, szóval hogy ez így van, és ez így motivációnak kell lennie, hogy kibírd végig. Az emberek részéről is van mindig egy ilyen ellenállás, bármi változik. Tehát, hogyha még akár jó dolog is lehet az, hogy szelektív zsákok vannak, egy csomó jó dolog is lehet ebben, de mindig van egy olyan, aki azt mondja, hogy oda hülyék vagytok, hogy összeszeditek, mert majd én biztos nem szedem össze azt, aki kirakja, inkább agyon kéne verni, meg az adom mire megy, meg az önkormányzat mit csinál. Tehát, hogy ez is nagyon benne van, hogy ugyanúgy az emberek részéről is, szerintem ez a magyar népléleknek az egyik sajátja, hogy csak az én udvaromból mindenki menjen ki, és ne változzon semmi, ha valami változik, akkor arról nem akarok tudni. Tehát, hogy ez is jócskán benne van szerintem a dologban. Ha jól értem, akkor tulajdonképpen közösségszervező munkát is kellett csinálni, vagy folyamatosan kell ilyet csinálnotok, hogy nem elég, hogy páron összedugtátok a fejeteket és egyesületet alapítottatok, hanem folyamatos munka van a helyi közösséggel, és motiválni az embereket, meggyőzni őket arról, hogy kövessék ezeket a helyi ügyeket. Ebben nagy tapasztalás van, meg nagy munka. Ez jól sejtem, hogy szerintem... nem csak annyi, hogy kitaláltatok, hogy legyen egyesület, hanem ebben rengeteg munkát kell rakni? Hát most igen, nagyon röviden, persze, tehát hogy szerintem az egy ilyen tök nagy felelősség az elején fölbiztatni bárkit bármire, és ezt mondjuk én személy szerint úgy teszem meg szívesen, hogyha annak így van értelme, és azt így föl lehet tartani, szóval azért csak azért fölbúzni, hogy időszakosan az így visszatudhatni olyan dolgokra, ami aztán még nehezebb kihúzni az embereket abból az apátiában, amit a Peti mond, hogy kedve legyen egyáltalán bármihez is, meg ami nem az ő szűk kis élete. És ennek megfelelően az egyesületet is úgy próbáltuk egyébként elemeiben, vagy így tevékenységeiben kialakítani, hogy ez egy nagyon más fogja az embereket megszólítani. Tehát lehet, hogy valaki elsőre bejön egy érdekérmesítési sztoriba, mert ő egy ilyen kis harcos kedvű, és akkor így van kedve, meg ezt így éli ezt az életet. Van, akinek mondjuk egy közösségi program lesz az, ami így megszólítja. Tehát az például, hogy hogyan alakult ki a portfóliója a szervezetnek, hogy milyen típusú ügyeink vannak, hogy szolgáltatásaink vannak, hogy közösségi programok vannak, hogy érdekérvényesítünk, hogy nyilvánosságot teremtünk egyébként a szigeten egy csomó mindennel, az így pont azt szolgálta, hogy így minél több csatornát adjunk arra, és kapcsolódjanak. Szóval szerintem ez baromi, itt kezdődik szerintem az eleje, hogy ez is tök nehéz, meg tök összetett dolog, hogy ezeket az alapokat, meg a hozzánk vezető utat valahogy kidolgozzuk. És aztán az, hogyha már bejön valaki, hát ott kezdődik az igazi izgalom, hogy azzal mit csinálsz, hogy tartod fönn benne. Egyáltalán csak az, hogy helyet találjon benne magának, hogy ne az legyen, hogy mi mindig szervezünk, hanem az van, hogy akkor minél alacsonyabban vagy laposabban tartani azt a hierarchiát, amiben az van, hogy nem én fogom kitálni, nem fogom megcsinálni, hanem gyere, de ez egy más típusú szervezés, mint egy klasszik rendezvényszervezés, szóval az, amit mondasz, hogy ez egy közösségfejlesztői, abszolút.
nullából indult, ez nyilván sok közön van, mert ez a munkám, de és ezt így nem volt nehéz ide behozni, de az, hogy mi bomlott ki valójában itt a szigeten, az már nem az én. Uh-huh. Szóval az, hogy mi lesz az ügy, meg mekkora dinamika, az arról szól, hogy kik veszik, tehát kik jönnek be ebbe a közösségbe, akarnak valamit csinálni, az mindig nagyon más, és itt azért jó. Ez a víz, amit köztünk és a part között van, ez egy szűrő is egyben, tehát megszűri azokat, hogy kik azok, akik egyáltalán telket vesznek. Azért valljuk meg őszintén, ez nem olyan kellemes dolog, hogy megérkezel most már kocsival, régebben ugye hévvel, meg egyéb buszjáratokkal, bepakolsz a hajóba, átmész, kipakolsz, és utána érkeztél meg. Tehát ez egy elég komoly szűrő arra, hogy kik azok, akik telkeket vesznek, én azt szoktam, hogy ez mind hülye. Aki szigeten vesz telket, annak ami hülyeségének kell a fejében lenni, aztán persze ezen belül még egy kicsit megkülönbözünk is. Nem is kicsit. Sokszor. Na jó, sejtem, akkor egy csomó sikerélményen keresztül lehet fenntartani az ennek az egyesületnek a munkáját, hogy a szemét probléma megoldásán kívül még nyilván egy csomó sikeretek volt, akkor beszélgetünk kicsit arról, hogy melyik voltak még azok az ügyek, amik így nagyon jól végződtek. Állandó probléma a parkolás, tehát itt van egy ilyen megmaradt földvára, a régen ezt úgy hívhatták, hogy gát. De most már ugye nincs funkciója, tehát földvárként üzemel, viszont elbontani senki nem akarja. Ez viszont azt jelenti, hogy nem lehet parkolni, mert hogy szűk az az út, tehát csak a házak elé lehet. Úgyhogy van egy ilyen ügyünk, hogy a parkolást valahogy megoldjuk, ez egy folyamatban lévő, éppen elég forró. Hogyan lehetne ezt megoldani? Vagy mi az ötlet, vagy mi az elképzelés? A gát túloldalán van egy telek, ami ki van adva önkormányzati telek művelésre. Azt, hogyha meg lehetne bontani, akkor ugye még a finanszírozás az egy kérdés, hogy ezt kinek kéne előfinanszírozni, mert ugye ott a gát túloldalán az, hogy nyitott, az nem működik, tehát zárt kellene, kivilágítás kellene. A gátat még csak úgy sem engedik átvágni, hogy ilyen betömhető valami legyen, nem tudom mi ennek a neves annyi. Na, kulisszásan. Tehát a megoldás az valójában az lenne, azon kívül, hogy mondjuk lehet a kintieket edukálni abban, hogy nem, hogy másnak is a közterületen mondjuk van élete, amellett, hogy tökre értem, hogy a füvére ráállsz, akkor az neki nem jó, vagy az ő vendége nem tud odaállni, az sem jó. Ide bekapcsolnék egy kicsit, ugye nem csak Ráckevéhez tartozunk, a szigetnek az északi része az már Szentmártonhoz tartozik. Ott például a Szentmártoni polgármester az tűzzel, vassal körbejárt, és a közterületen lévő mindenféle akadályokat, köveket, tujákat, stb. Eltávolítatta. Mondom, hogy az közterület, ezáltal legyen egy kicsivel több parkoló lehetőség. És ott megtiltják a lakosoknak, amennyire lehet, hogy hát ne lehessen elüldözni a közterületről a parkolóautókat. Igen, ezt elkövettem a hibát, a hallgatóinak nem mondtam el, hogy tehát ugye úgy képzeljék el ezt a hallgatóink, hogy van egy sziget, a két oldalán van a part, az egyik oldalt a Dunatisza közel, a másik oldalt a Csepel-sziget van, az egyik oldalt a Csepel-szigeten Ráckevéhez tartozik, ott végig gyakorlatilag a vízig lenyúlóan végig-végig be van építve, és van egy vékony út, uh-huh. És ott van a konfliktus, hogyha ott állnak meg a sziget lakók, és onnan csónakoznak be, akkor amiről beszéltetek, hogy ne álljanak az én kertem elé. Kiskunlacházai oldalon is lehet, igen. Ami másik irány mutatok, én rossz irány mutatok, én Kiskunlacházai oldalon is lehet. Ezt hallgatók nem látják szerencsére. Ez nem az a műfaj. Ott nem ennyire, én az emlékeim, vagy az információ szerint nem ennyire rossz helyzet, de ott is azért van konfliktus, de nem annyira súlyos, mint a Ráckevei oldalon. Ott nincs gát. Mert ott nincs gát, igen. Ez a gát ez azért épült ide 56-ba, mert egy jegesár átszakította a déli vízleresztő műtárgyat, és följött a jegesár, és itt elárasztott a Ráckevét a víz, és akkor építették meg. Most a vízügynek meg alapszabály az, amit egyszer megépítettünk, az ott marad. Ez, ha már gát, az világos, hogy itt nincs áradás, hiszen a nem fog eszembe ütni annak a gátnak, hanem ott csak két zsilip között vagyunk. Két zsilip között vagyunk. Igen. Tehát itt nincs áradás, az világos. Tehát, hogy egy nagyon... De régen, amiatt a zsilip megépült volna, ez egy ugyanolyan sziget volt, mint akármelyik másik, hogy elárasztotta a Duna. Tehát, hogy akkor hát, azért ez... Hosszú a története. Maradjunk abban, hogy mondjuk 100 évre vissza, aminek már van zsilip. Uh-huh. Tehát régebben ingoványos terület, Mátyás király korábban ez egy ingoványos terület volt. Ez azóta lett... Kiparcellázva, miután már meglett a zsilip. Vasélyenről nevezték el, ő szabályozta le ezt a neder szakaszt. Tehát gyakorlatilag ugye ez a Ráckeve Soroksár Dunaág, azért van ilyen bonyolult nevem, mert hol Ráckevének hívták, hol Soroksárnak, mindig veszekedtek rajta, és a végén megegyeztek, hogy RSD lesz belőle, tehát Ráckeve Soroksár Dunaág. Mi ugye Budapesten 40 km-re vagyunk itt szigeten ment.
ebbe a kisárba, tehát a Csepel-szigetnek a kisárba. Igen. Tehát akkor parkolás, akkor ez az egyik ilyen ügy. Azt mondod, hogy folyamatban van? Itt lehet, hogy... Most lesz váltás, tehát a területnek, a terület most felszabadul év végén, és akkor az a kérdés, hogy szét lehet-e bontani, ki akarják-e adni ezt parkolónak, lesz-e elég ember, aki ebben részt akar venni. Itt ilyen ügyek vannak. És a finanszírozásában akkor adott esetben a szigetiek is... Hogy az egyesület maga? Itt csináltunk egy kérdőívet, elég sokan visszaküldték, hogy ki az, aki hajlandó lenne mondjuk valamennyit fizetni ezért havi szinten, hogy ő neki fix helye legyen, hogyan lehetne kialakítani, még az nincs meg, hogy mennyibe kerülne ez az egész. Tehát itt egy csomó nyitott kérdés van, amiket meg kell beszélni, de ugye ez az első lépés, hogy egyáltalán a terület az lehetséges-e, hogy ilyen formában kerüljen hasznosításra. Szerintem nyitottság van rá egyébként az önkormányzat részéről, ahogy szokott lenni a dolog, pénz az valószínűleg nincsen, tehát hogy ott valami másik valamilyen finanszírozási formát erre ki kell találni, hogy hogyan lehetne megvalósítani. Itt ilyen helyi érdekek is sérülnek, nem? Tehát hogyha egy 3 km hosszú sziget csak egy helyről megközelíthető, mert ott állnak az autók egy pontban, akkor egy csomóan ugye hosszabb hajóutat kénytelenek megtenni. Ez a hosszabb hajóút ez azért nem működik, mert a csónakoknak is parkolni kell, tehát hogyha most elképzelsz össze 500 csónakot, ez azért szerencsés ez a telek, mert nem messze van a révtől, tehát van egy révszolgáltatás, ami személy szállításra van kitalálva, és attól nem messze van, tehát hogy azok, akik nem akarnak csónakkal, vagy saját csónakkal bejönni, azok ezt tudnák használni, meg nyilván ennek a területnek érdekes. Itt vannak a legnagyobb problémák egyébként, hogyha nem is két, hanem három részre osztanánk a szigetet, a Lacházi oldal, a Ráckeve, és ugyan a Ráckevei oldalon egy másik önkormányzat körülbelül fél úton vált, tehát ott sziget Szent Márton van, és ott például jobb a helyzet egy kicsivel, ott vannak nagyobb parkolók, vannak nagyobb közösségi stégek, tehát ez a Ráckevei szakasz, ami a legforróbb ebben a tekintetben, és pont ezt oldaná meg ez a parkoló. De akkor oda is kellene csónak kikötőt építeni pluszba, ahol akár 40 csónak egymás mellett tud parkolni? Hát a réva megoldás. Vannak egyébként közösségi stégek, ott ahhoz közel is van egy közösségi stég, hát a 40 csónak az azért erős, az erős, igen, de ott ilyen 10-es csónak kikötő van, ezeket ugye felváltva használják az emberek. Sokan nem szeretik kihagyni, tehát hogyha most belegondolsz abba, hogy ha benzinmotorod van, azt nem hagyod kint, mert onnan meg fogják fújni. Ha berakod a kocsidba, akkor benzinszagú lesz a kocsid, meg koszos. Tehát sokan azt csinálják, hogy bejönnek a révvel, aztán használják, amíg itt vannak a saját csónakjukat, lekötik kint a stégjükhöz, vagy itt a stégjükhöz, és utána révvel mennek ki, és legközelebb ugyanezt. Tehát, hogy van ez a réteg, van, aki nem tud, meg nem akar csak saját csónakkal közlekedni, mindannyiunk valahogy megoldja a túlparton. A Mártoni szakaszon ott vannak nagyobb ilyen stég közösségek, ahol 20-as stég is van. Itt meg mindenki magának vagy ilyen szokásjogalapon, vagy egy kintivel összebeszél, vagy csak kiköti a partra. Egyébként nem szabálytalan, tehát hogyha a parthoz odakötni a csónakodat, ahol épp van hely, ez nem szabálytalan. De az nem azt jelenti, hogy mondjuk nem fogják berúgni, hogyha éppen zavarja a kint lévő telek tulajdonost a horgászásban. Tehát, hogy ezek a problémák, hogy itt sok ponton kell kapcsolódni különböző ellenérdekek mentén, és ez okozza az ilyen jellegű problémákat. Talán a érdekek egyeztetése kapcsán mondom, én a túloldalon vagyok érdekelt, tehát a Lacházai parton, ahol egyrészt szerencsésebben a víz és a épületsorok között szélesebb a partmenti sáv, ahol lehet parkolni. Ott is van törekvés arra, hogy a ottani tulajok karba tartják a kis, nem saját tulajdonú, de mégis a közterületet, mint otthon is a járdát a kertvárosi tulajdonos. Most velük együtt tudunk működni, akár ennek azon az áron is, hogy évente egyszer vagy kétszer átmegyünk mi magunk szigetiek, fűkasszával összegyűjtjük közös munkával az ott élőkkel, tehát megtisztogatjuk, vagy épp karban tartjuk azokat a sávokat, ahol aztán az érkezők le tudnak parkolni az autójukkal. Tehát a kultúrának nagy szerepe van ebben, hogy elhangzott, hogy az érdekeket összehangolni, egyeztetni, kölcsönös tekintettel vagyunk egymásra, akkor ez megoldható javarészben. Akár a csónakkikötés is, meg hát a gépkocsi parkolás is.
utopisztikus mondatok ezek. Én akkor szerettem bele az egyesületetekbe, amikor tavaly láttam, hogy augusztus 20-án a sziget csúcson, nem tudom melyiken talán, vagy a déli sziget, de szerintem a déli sziget csúcson vízi koncertet szerveztek, ahol egyébként várjátok a ráckevélyeket is, és azoknak csónakot adtok, meg hozzátok őket, visszatok őket. Senkinek nem adunk csónakot. Senkinek. Igen, és nem tudom, komoly zenei koncertet ad néhány művész. De ekkor szerettem bele, hogy úristen, itt van egy egyszerű, én oda el akarok jönni erre az augusztus 20-ára, tavaly nem jutottam el, idén azért még tervezzük, hogy hát eljutunk. Nem, akkor 19-én gyerem, mert 19-én lesz. Oké, ez fontos, és a kedves hallgatóinak is fontos, ha a környéken járnak, jöjjenek. 18 óraig kezdett. Ez úgy alakult ki, hogy 4 évvel ezelőtt a szigeten vett egy telket egy tubaművész, aki az operaházban vezető tubás, és összebeszéltünk, hogy történetesen én vagyok a déli vége a szigetnek, és akkor úgy összebeszéltünk, hogy ott szívesen játszunk, szívesen adnék helyet hozzá. És akkor szép lassan elkezdtük szervezgetni, és összeállt, neki van egy tuba kvártetje, mindig nagy profi művész, szinte a tanítványai, illetve egyik egy nagyon jó barátja, egy dán tubás, aki egyébként 30 éve itt lakik Magyarországon. És akkor kiültek és elkezdtek játszani, és hát látszott, hogy tudnak játszani, és a közönséget elvarázsolt, úgyhogy azóta évről évre ismételjük. Most már azért annyit színesítünk rajta, hogy most lesz egy vendégzenekar. Tehát, hogy nem csak ők fognak játszani, hanem szintén a szigeten lakó Lengyel Sanyi fogja a Benzin Madame nevű együttest fölvonultatni, úgyhogy azt meg mi is már érdeklődéssel várunk. Nagyon pofa egyébként ebben az egész sztoriban, hogy egy sziget hasonlóan mondjuk egy hajóhoz, bocsánat, abban vagyok egy kicsit talán jobban képben, de hogy mennyire egymásra utaltál teszi az embereket. Tehát, hogy a környékbeliekkel is, ahogy együtt működtek a parkolás kapcsán, de itt belül is, ha jól értem, akkor folyamatosan megy egy ilyen vita, konszenzus keresés, nem tudom. Szűrű, amit említett, hogy megszűr bennünket, ez azért arra is rákényszerít, mert azért nem mindig folyik ez a víz, valamikor megfagy télen. Tehát itt az együtt kell működnünk abban, hogy ha egy csatornát kell törni, azt egy embernek azért nehéz. Legalább 3-4 össze szoktak állni egy ilyen téli átkerülnek a megszervezéséhez, meg egyáltalán csónakot kivenni. Tehát ez nem úgy van, mint mondjuk egy teljesen civilizált helyen, ahol mégis pénzből mindent megoldasz magad. Itt nem tudsz mindent megoldani, tehát kellenek a segítségek, a szomszédok. Hát nem is kaptok segítséget, tehát hogy nincs, nem látom azt az önkormányzati, mármint hogy hát azt az önkormányzatiságot látom bennetek. A valódi önkormányzatiságot, miközben ugye az intézményi önkormányzatok meg nem nagyon segítenek nektek, ha jól értem, semmiben. Hát végül is, ha nem kell túl sok empátia ahhoz, hogy mondjuk a ráckevei polgármester bőrébe belebújva, azt gondoljuk erről, hogy ő a választó polgárai akaratát, szándékát, vágyait kell, hogy kövesse. Akik itt a szigeten vagyunk, 5-600-an tulajdonosok, nagyon kevés, és még kevesebb van bejelentve ráckevei választópolgárként. Tehát ebben a szűkös anyagi időben, ami most benne vagyunk, meg hát amennyire előre látunk, én morálisan nem tudom elítélni azokat a ráckevei képviselőket, vagy akár a polgármester, ami azt mondja, hát azért a 15-20 ezer forintos évi adóért, amit a ráckevei vagy angyaliszigeti tulaj befizet, hát abból elműködtetem a révet, meg még ha valami jut, akkor annyit. Hát igen, a DT, jó. A lényeg az, hogy egyfelől, ha az ember egy kicsit hátrább veszi a lagarait, és rátekint a valóságra, akkor be kell, hogy lássa, hogy senki nem hívott ide a ráckeveiek közül bennünket, pestieket, vagy ceglédieket, vagy akárhonnan, a helyi testületnek. Ami mi elképzelésünket, vagy hát a magamét beszéljek szerényen, az igazi kitűzött, hogy volt valamikor a rész önkormányzat című kategória. Elvileg azt hiszem, hogy még mindig van. Elvileg most is van. Tehát mi nekünk a érdekérvényesítésünk azzal lendülne, vagy kapna jó opciókat, hogyha egy rész önkormányzati tagságot elnyerne a Angyali-szigeti társulatban, polgárai, még nem is az egyesületnek gondolok. Kiszavazna a részen kormányzatban. Nem szavazatlan, de mindenképpen volna egy olyan fajta interaktív kapcsolat,
amely információkat, lehetőségeket, esetleg egy jobb időkben való bizonyos projektekre való pályázatokat serkenteni. És itt térek vissza, amit mondtál, hogy két lábon kell állni a munkának, hogy meg kell nyernünk a sziget tulajdonosok többségét, hogy föl tudjunk állni úgy, hogy itt 4-500 ember érdekét nyújtjuk oda az önkormányzati testület, vagy a költségvetési bizottság, vagy nem tudom kifelé, és ugye három önkormányzatról beszélünk, vagy kell beszélnünk. Tehát mindenképpen ugyanolyan fontos, hogy a partner kapcsolatok, hogyha láthatunk, hogy itt volt a polgármester, leült velünk a fórumainkon, tehát egyfajta respektus föl tudunk mutatni a sziget többi tulajának is azáltal, hogy legalább a hangunkat meghallgatják. Másfelől, meg az érdek érvényesítésben, ha megvan a kellő létszám és támogatottsági erő, az nyilván valami más szerepet ad, mint ha valaki elmondja a Facebook csoportokban, hogy mire fizetem az adót. Erre a hajóra, erre a fölsziszentére. Meg akartam mutatni, hogy lásd. Megnéztem. A Balabán, az a neve, ott a Ráckevén bent a központban lehet rá jegyet váltani, és ez így körbe jön bizonyos időnként a szigetek körül, és egy fantasztikus szabadidősi kapcsolódás. By the way. Viszont akartam. Igen, két dolog csak, amit szerintem tök, szóval az önkormányzat kapcsán az egyik, hogy mivel viszonylag sok önkormányzattal találkozom, hogy én azt gondolom, hogy azért a Ráckevei, annak ellenére, hogy amúgy így perifériá is rakhatna minket, hogyha azon a pártpolitikai alapon gondolkodik, hogy a szavazóim vannak, és akkor ennyi. Ehhez képest én azt gondolom, hogy eddig kb. Minden megkeresésünkre nyitottan, majdnem konstruktívan, de ez mondjuk edukációs kérdés is lehet, amiben azért kitartónak kell lenni, és azért megvan az eredménye, lássuk be, több év beszélgetés után. Szóval, hogy azért abszolút van az, hogy ha meg tudjuk mutatni, hogy nekünk erre miért van szükségünk, ez hány embernek fontos, tudunk, az van, hogy nekünk-e proaktívnak lenni, és nekünk-e ajánlani dolgokat egy önkormányzatnak, mert neki erre nincsen kapacitása, de hol nem kell ezt megcsinálni. Szóval, hogy szerintem az is egy fontos kérdés, és az, hogy hogyan reagál erre, azt szerintem ebben én nekem nagyon pozitív a tapasztalatom, és az, hogy mennyire gyorsan, szóval amikor egy parkolás téma, mint a Peti is említett, ez másfél éve kutatjuk ezt a témát, járunk, hajtjuk fel az infót egyáltalán, hogy micsoda, pont így működik egy önkormányzatnál, és van, amikor úgy megyünk oda, hogy mi tudunk többet, tehát hogy azért ez is előáll ez a helyzet. Ez egyik, szóval én szerintem nagyon partner az itteni önkori, nyilvánom mindig van fejlődni, de amúgy ez így van. A másik meg, hogy azért én azt gondolom, hogy ha így a helyi közösség egyébként képes a saját erejéből egy csomó dolgot megcsinálni, akkor nekem nincsen szükségem arra, hogy az önkormányzat megcsinálja helyettem. Szóval, hogy ez így, hogy én nem igénylem egy csomó dologba, hogy itt legyen fölöttünk, meg közöttünk, és akkor segítse ezt, hogy történjenek dolgok. Ja. Nekem az jutott eszembe, amikor most így beszéltél, nekem egy másik példa, hogy kicsit olyan ez, mint ami az északi országokra jellemző, hogy mivel sokkal nehezebb a hidegben, vagy a hidegebb éghajlaton élni, ezért óhatatlanul kénytelenek kooperálni egymással az emberek annak érdekében, hogy sikert érjenek, meg túléljenek, és kicsit nekem meg ez a példa jutott eszembe a szigetnél, hogy valóban muszáj kooperálni itt X embernek annak érdekében, hogyha valamit, nem tudom, föl kell ásni, mert egyedül senki nem tudja. Tehát nekem, és ebben a szabadból tökélen, hogyha sok sziget lenne ebben az országban, hogy kénytelenek legyenek az emberek kooperálni. Bár ez veszélyes, lássuk. Emberek kooperálnak, ott még valamiről szó esik esetleg. De amúgy van egy csomó ilyen sziget az országban, csak nem biztos, hogy így víz veszi körül. Tehát, hogyha megnézed, hogy miért intenek egymásnak a motorosok, miért villognak egymásnak az alfások, nyilván nekik sok problémájuk van, már beszélünk. De a lényeg az, hogy ez kb. Csak annyi szerintem, hogy én ugyanabban a helyzetben vagyok, mint te. Mondjuk egy motorosnál azt jelenti, ha esik az eső, akkor te is el fogsz ázni, meg én is. Ha kiukad a kereked, akkor lehet, hogy nálam van olyan spray, amivel meg lehet javítani. És ez a vizen, ez mindig is így volt, tehát két hajó nem megy úgy el egymás mellett, hogy ne intene egymásnak a két kapitány, a világon sehol. Ezek olyan környezeti helyzetek, amikben az emberek azonnal bekapcsolódsz. Tehát ahogy beülsz egy csónakba, akár egy ismeretlen helyen, ahogy fölülsz egy motorra, fel fogod emelni a kezed, és ez így működik itt is, hogy ez természetszerűleg jön az emberekből, csak sokan ezektől a társadalom, a modern társadalom sokszor szerintem arról szól, hogy ezektől a helyzetektől megóvd magad,
és egyre inkább az van, hogy mindenki ilyen kis saját szigetet alakít ki, tehát hogy Budapesten nehogy aztán kelljen beszélni valakivel, minden szolgáltatást kifizetek, aztán hagyjanak békén. És aztán eljössz, hogy belekerülsz egy ilyen helyzetbe, és azt látod, hogy ez annyira természetszerű, tehát annyira akarja ezt az ember csinálni, és aztán te is csinálod, és aztán kijön belőle egy egyesület is akár, vagy jó barátságok. Szerintem ez az egymásra utaltság, ez szerintem baromi fontos így, szóval az, hogy közösségi szinten akarjunk együtt dolgozni, meg egyáltalán alkalmasak legyünk mi magunk arra, hogy meghallgatjuk a másikat, hogy tudom, így megvárom, amíg végigmondja, hogy elfogadom, hogyha nem ugyanúgy gondolkodik, mint én. Ennek ott kezdődik, hogy az egyéni szinten te hogy vagy. Tehát, hogyha ez van, hogy a szomszédodban kialakul ez, hogy megjössz, és csak úgy tudod kivenni azt a csónakot, hogyha összebeszéltek, és ezt nem tudod megúszni, akkor se utálod a szomszédod, de évi egyszer ezt meg fogod csinálni. Ez az ember-ember kapcsolat az alapja annak, hogy aztán majd egy közösséget tudja elépíteni. Szóval szerintem az, hogy itt a szigeten ilyen dinamikával, ilyen gyorsasággal föl tudott állni egy szervezet, ilyen nagyon magas intézményesültségi fokra, abból az volt, hogy itt a szomszédoddal már ismerted egymást, beszéltél a témákról, és csak jött valaki, aki azt mondta, hogy jó, akkor ne ketten beszéljünk, hanem akkor 20-an. És ennyi történt. Tehát, hogy az a fajta beavatkozás, ami előállította az, hogy hirtelen sokan lettünk, azért tudott ilyen szerintem ilyen nagyon könnyen megtörténni, mert máshol az évekig dolgozunk ilyen helyzetekkel, hogy egy ember legyen aktív, nem ennyi. Szóval ennek el az alapja, az egymás utaltság szerintem baromi fontos, hogy köteléket alakít ki, akkor is, hogyha ha nem kedveled a másikat, de egymást, tehát igen. És hát ez, amit a Peti mondott, hogy a vizen köszönnek egymásnak aljósok, itt a szigeten te végigmész, akkor ne lepődj meg azon, hogy rád köszönnek, és azon se, hogy kortól nemtől függetlenül tegeződnek. Uh-huh. Tényleg van egy kis családi hangulat a szigetnek ilyen szempontból. Persze aztán vannak rossz szomszédok is, tehát van törökdátok is. Erősítik a szabályt, a kivételek. Egy profán példát hadd mondjak erre a egymásra utaltságra. Hát például kevés a csónak kikötő hely, mondjuk a túloldal, vagy korlátozott a száma. De most a mobiltelefon nagy állás. Bármikor megérkezik a szomszéd, leáll az autó, telefonál, jövök már, a parthoz érek mindjárt. Ki van lent, tartjuk a kontaktust, mindig tudjuk azt, hogy az a 6-8 szomszéd ott, ahol egy fertályon közel vagyunk egymáshoz, ki van lent, ki jön át értem. Vagy kit kell hazavinni, mert ő korábban megy haza vasárnap este, mint én, és akkor átviszem a családot a kutyával, a csomagokkal, mindennel, mert mindannyiunknak a csónakja külön-külön nem férne el a túlparton, meg hát így mondta is Péter, hogy kockázatos azért magára hagyni hosszabb időig. Tehát így ilyen egyszerű profán dolgokkal is az együttműködési kooperáció és kényszer, hogy elegánsan mondjuk, ez adódik, kézenfekvő. Ennek szerintem van egyébként egy másik szintje, az, amikor önmagában mondjuk nem egyezel valakivel. Tehát van egy állandó horgászcsónakos ellentét, hogy ne menj arra, bent menjél, kint menjél, és akkor ebből nagyon könnyen lehetne konfliktust találni, de visszafogod magad, mert tudod azt, hogy a szomszédod ő horgászni szeret, te adott esetben csónakozni szeretsz, de ha bármi történik, akkor hozzá tudsz csak menni. Tehát nem fogod neki azt mondani, hogy nem érdekel a petszabotod, én itt evezni akarok, mert hiába nem kedveled, hiába nem akarsz tőle amúgy semmit, de egyszer előfordulhat, hogy rá leszel utalva. És akkor olyankor inkább elnézést kérsz, hogy bocs, legközelebb megpróbálok beljebb menni. És akkor erre majd ő is azt mondja, hogy jó, a lejjebb tudom nyomni a botnak a végét a vízbe. De ez az, amikor nem akarsz kooperálni, de mégis kooperálsz, és akkor ez egy valamilyen viszony az előző layerhez képest. Szóba került meg korábban, ugye, hogy 60-40%-ban szavazták meg annak idején a villanyt, hogy most vannak ilyen nagy viták, mondjuk akár egy egyesület moderálásában, akár vagy a ti felügyeletetek, vagy nem tudom, égészetek alatt zajlanak ilyen nagy viták a szigeten? Szuper jó vitáink vannak, rettenetes jó vitáink vannak. Csak azok vannak. Nekem civilként a legnagyobb, ilyen legfurcsább ilyen rádöbbenés, mert hogy előtte én mondjuk ilyen témában nem foglalkoztam az emberi létezéssel, hogy van valami, amiről te szentül azt gondolod, hogy az jó, és hogy az mindenkinek jó. És ha 20 embert leültetsz egy asztalhoz, akkor még a legcsodálatosabb dologra is, ami a te fejedben úgy él, hogy fantasztikus, valaki azt fogja mondani, hogy ez egy ortári baromság, és személyesen ellenem szól.
közvilágítás, bármi. És akkor rájössz arra, hogy azért ez a nehéz műfaj ebben, hogy 10 embernél is nehéz eldönteni, hogy mit vacsorázzatok, hogyha együtt kéne rendelni, de itt meg aztán 4-500 ezer ember, teljesen elképesztő különbségek vannak, akár anyagilag, akár szemléletben. Most épp egy aktuális vitánk az, hogy egy ilyen nagyon aranyos, kiköthet bele projektnek gondoltuk, és pénzt is nyertünk, vagy hát nem nyertünk, szereztünk rá, hogy nevezzük el ezeket az ösvényeket, ilyen egyszemélyes kis ilyen ösvények vannak a szigeten mindenhol. Utcák nincsenek, ösvények ezek vannak. Ezek ilyen ösvényfélék, igen. És hogy mindenki jöjjön össze, nevezze el a sajátját, mi megcsináljuk ebből a pénzből a táblákat. Olyan cunami lett ebből, hogy van, aki azt mondja, hogy azzal, hogy ezt a táblát kirakod, akkor a természetes vadságát ennek a szigetnek, ennek azt támadott, hogy akkor mi lesz a következő Tesco, vagy Ocean, vagy nem tudom. Tehát, hogy, és akkor az van, hogy a franc se gondolta ez az én fejemben, amikor megszületett ez a gondolat, tényleg, hogy ebbe aztán ki tudhat belekötni, ez mindenkinek csak jó, közösségteremtő, tök szuper, és ebből például, ez most aktuális témánk, ebből például nagyon éles viták vannak a Facebookon. Facebook. És nem lehet, hogy az a félelem tartja, de nem is ez a jó szó félelem, csak most nem jut eszembe más, hogy nem a változástól félünk, hanem attól, hogy van itt egy tényleg sokkal természetközelibb környezet, mint ami egyébként kint van a víz túloldalán. És mondjuk Szentendrével kapcsolatban is én ezt láttam, vagy a Szentendre-szigettel kapcsolatban is, hogy ahogy növekszik az infrastruktúra, úgy egyre csábítóbb lesz a beköltözésre, és annak szeretne mondjuk ez a vélemény elejét venni, hogy ne legyen ez, ne történjen meg, hogy nagyon beépüljön ez a sziget, hanem maradjon meg ez a vadregényessége. Nem lehet, hogy ez lehet benne megjelni ezt a veszély, de azért ez még nagyon távol van szerintem az, hogy most valaki összefog és a kedvenc kutyájáról elnevezi nem hivatalosan a saját kis ösvényét, az még nagyon messze van szerintem attól, hogy itt ijesztő változások lennének, vagy túlságosan infrastruktúrális lesz. Van a szigetnek egy olyan társadalmi csoportja, rétege, aki 40-50 éve itt van a szigeten, és ők még emlékeznek a petrolgáplás korszakra, és valahogy azért vadromantikával jön elő, és az de jó volna, de hát közben változott a világ, tehát azért a mobiltelefon is adja a parton. Valószínűleg a villany felkapcsolja. Valószínűleg a villany be van vezetve, és a lámpát használja. Valószínűleg hallgat tévét, rádiót, mert ezek is beköltöztek a szigetre. Valami modernizáció azért történt, és azért megkérdezzük őket, hogy még mindig evezve járnak be, vagy közben esetleg motorra váltak. Ők persze motorral, mert ma már nem látok senkit se átnevezni, pedig ugye 20-30 évvel ezelőtt ez robbantott, Laci bácsi, hát még nem voltak motorok. Én egy hónapra ezelőtt evezve jöttem át az ismerőseimhez. Nem itt laksz. Nem, ez tény. Ha már az infrastruktúra szóba került, Áronban arról már beszéltünk, csatorna, hogy az van néhány éve? Igen, az hogy? Államilag el lett intézve az, hogy magának az RSD-nek, mert ez egy Natura 2000-es terület, a fejlesztéséhez csak akkor kapunk további uniós pénzeket, hogyha a parttól 200 méterig a csatornázást megoldják, de végig az egész RSD. Ja, nyilván, hogy ne legyen derítők, és derítőkben ne menjen bele. Aha, nem pont ránk szabták, de hát mi is benne vagyunk. A Komplett-sziget benne van ebben a 200 igen, méterben. Igen. Tehát gyakorlatilag egy kicsit úgy ránk erőltették, nem ide lett kitalálva ez az ötlet, hanem inkább a Barti sávra lett kitalálva, és ugye az volt a feltétel, hogy az egész szakaszon azt hiszem 90%-os rákötést kell elérni, és akkor ennek mentén nagy nyomása, hogy akkor a szigeten aztán nem lett meg a 90% bőven. Nem lett meg. Hát aztán már mindennek a százalékának a százaléka lett, hogy beférjen az elvégzett meg a megvalósult projekt kategóriába. Tehát csatorna van, de víz nincsen. Ti itt laktok, ezt elárulhatom a hallgatóknak. Ti a vizet hogy oldjátok meg? Tehát nyilván ivóvizet akkor kintről hozzátok, és van egy furtkutatok? Hát ugye ez úgy működik itt a szigeten, hogy itt fúrni nagyon nehéz. Tehát, hogy van most a pontos kifejezésekkel lehet, hogy bajba leszek, de van a talajvíz, meg rétegvíz. A talajvíz az viszonylag fönt van, ami azt jelenti, hogy viszonylag változatos, hogy mi mosódik éppen bele a Dunából, vagy az esőből. Itt a szigeten nagyjából mindenkinek ez a maximum 10-12 méteres kútja van. Akinek mélyebb van, az egy viszonylag drága, tehát ez egy több milliós beruházás, hogy itt átfúrják azt a réteget, ilyen kavicsos valami réteg van, amihez... 80 méter. Igen, szóval, hogy... És még ott sem biztos, hogy jó vized lesz.
Szóval mi ezt úgy oldottuk meg, hogy ebből a kútból egy viszonylag drága tisztító berendezéssel állítunk elő még nem iható vizet, mert azt azért itt tudni kell, hogy hogyha változik a víz minősége, bármit ki tudnak tisztítani, csak azt nem tudják megoldani, hogy ez lekövesse a vízváltozását. Tehát egy 80 méteres kútban ott állandó rossz víz lehet, de azt arra beállítják a szűrőrendszert, és működik. Itt meg változatosan rossz a víz, és akkor arra jó, hogy nem vasas, nem lesz színes minden, tudsz mosni, megy a mosogatógép, le tudsz fürdeni kényelmesen, tök oké, de inni mondjuk nem lehet. Akkor erre van egy másik eszköz, most eddig voltunk, nem tudom én, 7-800 ezernél, most a másik eszköz az, amiből már ebből a tisztított vízből valamiféle ivóvizet csinálsz, az megint egy 300 ezer, és még akkor valakinek az se tetszik, hogy annak milyen az íze, mert vissza kéne bele valamit rakni, mert az úgy tisztítja ki. Szóval itt el lehet költeni erre milliókat, el lehet költeni milliókat arra, hogy fúrsz egy nagyon mély kutat. Itt így járt az egyik lakó, hogy ezt megcsinálta, azt hiszem 3 miska volt a kútfúrás, és nem sikerült, tehát hogy abból nem jött ivóvíz. Úgyhogy ez az útja, hogy próbálkozol. De előtte már veszel kis szűrőt, egy kicsit nagyobb szűrőt, aztán még nagyobb, tehát mindent, ahogy megveszed a rossz csavarhúzót, és a végén megveszed a 100.000 forintosat. Viszont én úgy hallottam, hogy lesz majd valami, vagy terven van valami fajta ivóvízberuházás. Mi várjuk, van. Tehát ugye alapvetően itt rá kell jönni arra, hogy úgynevezett szelektív vizeket kell használnod. Tehát gyűjtheted az esővizet, abból tudsz kertet locsolni, lehet a Dunából is kiszivatni, nem szabad, de lehet kiszivattyúzni, és abból is lehet kertet locsolni. Tehát meg kell találni azt, hogy milyen vizet mire tudsz használni. Az a nagyon finom ivóvíz minőség, amire azt mondjuk, hogy ivóvíz, abból viszont nem kell sok. Tehát mosáshoz, takarításhoz nem kell ivóvíz minőség, ott ebben a WC-re húzáshoz se kell. Tehát ugye nagyvárosokban megszoktuk azt, hogy egyfajta víz van, és akkor az tiszta, és azt mindenre használjuk. Hát mondjuk egy budapesti lakos a ivóvízének, amit kifizet számát, az egyharmadát WC-re húzásra költi. Mi 10 liter vizet fogyasztunk körülbelül egy héten, ami tiszta víz, tehát ivóvíz, tehát amit eliszogatunk, meg esetleg fel. Szoktam is mondani, hogy valaki a csinálba jár, és el nem mondja, hogy mi a fekáliát ivóvízzel húzzuk le, mert megverik. Persze. És igazuk lesz. Az a vízmennyiség, amennyi kell, azt még be lehet hozni. Tehát tényleg egy kannába. A szigeten is van egy kút, de hát persze a vágy itt is megjön, hogy hát miért ne lehetne ivóvíz. Hát most éppen ebbe szervezkedünk, itt a szolgáltatóval egyeztettünk, az önkormányzattal egyeztettünk. Mert az fizikailag ez úgy történik ilyenkor a megoldása, hogy valahol áthoznak egy csövet. A partokon mind a két oldalon van kiépített közbő ivóvízre. Ilyen parton van. Meg lett terveztetve egy 5-6 évvel ezelőtt, hogy mi lenne akkor, ezt tudják, hogy vízügyi létesítési terv. Uh-huh. Ez elkészült, gyakorlatilag valahonnan egy külön ágat hoznának ide a ráckevei vízmű területéről, és úgy kapnánk itt ivóvizet. Ennek a tervnek mentünk utána, megszereztük. A nagy szó már az is adott esetben, hogy civilek meg tudnak szerezni ilyen terveket, én tudom. Az önkormányzattal és a itteni vízszolgáltatókkal együttműködve újraáraszták, tehát a mai árakon megnéztük, hogy mennyibe kerülne ez, és hát kiderült, hogy nem is annyira hűde drága, még föl is csillant egy-két emberkének a szem, hogy ho, és akkor ezt én magamnak is megcsináltam, tehát van elég pénzem, akkor behozhatok. Hát most ebben a kérdésben vagyunk itt a Dakövvel, hogy mennyire kell ezt egybe megcsinálni, mennyire lehet az, hogyha mondjuk van itt egy közösség, akkor magának áthozatja, mert egy ilyen mennyi volt? 5-6 millió forint? 5-6 millió forint. Az volt az egyik ilyen elem, hogy akkor legyen legalább több közkút, legalább a hozzáférhetőség szempontjából, mert ugye az elejében van a szigetnek, és mondjuk aki az északi részen van, annak egy 2 kilométert sétál, hogy föltöltse a kis pakját vízzel, és akkor legalább legyen még 2-3-4-5 helyen a szigeten ilyen, és akkor nézzük meg, hogy ez egyetlen műszakilag, hogy nézne ez ki, miért mindjárt azt mondjuk, hogy nem. És akkor ennek kapcsán kijött egy összeg, amire kb. Az volt a mondás, hogy 5-6 millió forint lehet az, hogy egy ilyen átjön a partról a szigetre, valva megérkezik, és akkor azzal ott történik valami. Én azt hittem, hogy valami. Én nagyságrendeltök. Mi is, ezért volt tök jó az eredményként, hogy ideig elbírtunk végre, tehát számaink vannak, és akkor az a kérdés, hogy ha nem közkút jön a végén, ami itt megérkezik, hanem az van, hogy itt mondjuk a környéken lakók összedrájvolják azt a lóvét, meg azt a minden munkát, hogy legyen egyébként nekik, lehet-e szabad-e ilyen? Hány helyen lehet átfúrni egy Dunaszakaszt, amúgy legális. Szóval ezek a
kérdéseim most már, ami egy új alternatíva, ettől persze nem kell elvetni szerintem azt a közösségi elemét, hogy legyen több közkút, mert amúgy miért ne férhetne hozzá ivóvíz az ember több helyen. Szóval szerintem az így van, de hogy megjelent a lehetősége annak is, hogy akinek erre lehetősége van, az is tudjon ezzel valahogy élni, és például ezt kezdjük előkészíteni. Szóval Sanyi mond, hogy akkor hogy néz neki ez így nagyba, és én tökörültem, hogy véletlenek számok vannak, és akkor most az, persze ilyen jel van mellette, hogy kb. Ennyibe kerülne, de mondjuk 220 millió forintra satszolják a teljes szigetnek a vízellátását, plusz, ami még erre rájön, az ingatlanként 400 ezerért rákötöd a saját kis házadat. De hogy ezek végre számok, tehát nem az van, hogy itt milliárdos tételekről beszélünk, lehet, hogy ide is eljutunk, mert nem nehéz itthon. De hát, hogy ki lesz a vállalkozója majd. Abszolút, csak hogy beláthatóbbá tette azt, hogy hát hogy lesz itt víz meg egyáltalán, és szerintem ez tök nagy eredmény. Mondjuk ezt már egy két éve, legalább is másfél-két éve csináljuk, azt még azért csak a reklám helye miatt, hogy a Vízkoalíció országos kezdeményezésnek alapító tagja a szervezetünk, tehát hogy így ugyan nem az van, hogy nálunk az ivóvízcsövek lecserélése a legfőbb téma, de az, hogyha fejlesztésről beszélünk, ahhoz is kell pénz az ágazaton belül, tehát ez még egy ilyen nagyon fontos szempont volt akkor, amikor azt gondoltuk, hogy ilyen szinten is beszállunk mondjuk egy országos kezdeményezésbe, és akkor így például velük együttműködve, szakértőket behúzva, projekteket összerakva próbáljuk évről évre vinni előre ezt a, hát ez az óriás témát. Most vízre, ekkora beruházás nem volt a környéken. Tehát, hogy... De az fontos topik is, nem? Tehát, hogyha emiatt beléptek egy vízkoalícióba, akkor azt gondolom, hogy ez az egész sziget, vagy a lakosok nagy része számára húsba vágó kérdés, és akár pénzt, energiát is. Szerintem a vízkoalíciós belépés az azon a ponton, amikor azt megléptük, akkor leginkább elvi kérdés volt, ahhoz való hozzáférés. Szóval azt szerintem az látszódott, hogy nagyon az elején, amikor az egyesület alakult, akkor azért volt egy ilyen, hát mondjuk az, hogy ilyen hirtelen gyűjtésünk azzal kapcsolatban, hogy mi az, amire mondjuk igény lenne, milyen ügyek vannak, amiben jó lenne, ha mozgolódnánk, és abban nagyon az elején szóba került a víz. És akkor, hogy ez mit jelent a valóságban, hogy ez valakinek az elége, hogy van közelebb hozzám kút, vagy nekem csak az elég, hogy a csapomon benn folyik a víz. Ezt a skálát próbáljuk most igazából megérzékelni, hogy mi van itt. Csináltunk egy kérdévet pont a Peti vezetésével. Nem emlékszem már, hogy mik voltak az eredmények meg a számok. De hogyha valaki emléksz... Volt felmérés, igen, és több mint 90 tulajdonos jelzett vissza azzal kapcsolatban, hogy mi az alapállapot, neki például honnan hozza a vizet, és ez mennyire kényelmetlen, és amikor arról beszélünk, hogy változás, akkor ő ezt hova teszi magába. Azért az, most nem tudom én is a 100%-os alapon megmondani, de az, hogy mi még egyesületként ezt a témát napirenden tartjuk, annak egyetlen oka van, az pedig az, hogy ez a mostani állapot, ez a visszajelzésekből az jön, hogy nagy részén a tulajdonosoknak nem jó. Tehát valamiféle elmozdulás nagyon kellene, és hogy mi legyen ez a pontos elmozdulás, na, annak vagyunk még az elejét, azért nem mondjuk most azt, hogy mi azért kampányolunk, hogy ez legyen, vagy az legyen, mert igazából most még ezt próbáljuk megnézni, hogy jó, most döntsük el, hogy akkor legyen a 220 milliós beruházás, de ki fogja azt végigvinni, tehát nem arra van az egyesületünk, tehát nem erre jöttünk létre, hogy egy ügyet vigyünk valamiben végig. Mi ezeket az ügyeket igyekszünk felszínre hozni, és aztán mögé embereket tenni, akik ezt így tartósan tudják működtetni, ebből ez egy. Sok ügyet visztek, én láttam mindenféle ilyen felújítós projektjeitek is vannak. Van, kutyapártos kampány pénzekhez. Ja igen, ezt nem tudtam. Igen, és nagy boldogság volt nekik, hogy végre nem egy busz megállót, hanem egy csónak megállót. Csónak megállót, ez készíteni. Jó, azt nem tudtam, hogy ez vízibusz megállót. Ami tök jó dolog volt, hogy az mondjuk, aki pont így gondol egy ilyen egyesületre, hogy gyűjünk össze és barkácsoljunk együtt, hogy mondjuk ő is teret kapott ebben a dologban, tehát voltak olyan tagjaink, akik ebben jelentek meg, tehát elviekben egyetértenek mindennel, de ő nem akar az önkormányzattal hadakozni, meg levelet írni, viszont hogyha elő kell venni a csiszolót meg az ecsetet, akkor nagyon szívesen jön, és szépen megcsináltuk, raktunk bele világítást, ilyen napelemes, meg aztán funkciót is találtunk neki, mert hogy igazából nem nagyon volt ez használva, úgyhogy ott lett egy ilyen könyvcsereberélő, lett ilyen fotókiállítás benne, sokan most már elkezdték arra használni, mivel ez egy esőtől védett hely. Fogadjuk, hogy hirdetmények. Nem, hirdető táblánk is van, az egy másik, az egyébként szintén ennek a pályázat keretében készültek el ilyen hirdető felületek.
kiszedtek itt a szigeten 4 helyen. Viszont arra használják, hogyha ha valami felesleges dolga van, kiviszi oda, meghirdeti a Facebookon, hogy ő holnap, ami megmarad, azt hazaviszi, és akkor ott kialakult egy ilyen bolhapiac jellegű, de így nem kell instant ott lenni és eladogatni, hanem oda leteszed, biztosítod azt, hogy a végén a maradékot elviszed, és így el szoktak fogyni onnan a dolgok, hogy tehát egy ilyen funkciót magától kitalált magának ez a közösség erre a házra. Ez a révváró, ez pont a kútnál van, és ezért lett mellé beszerezve 2 kis húzós kocsi, hogyha valaki eljön a sziget végéből üres kannával, megtöltök, akkor haza tudja húzni, és nem kell cipelnie. Imádják a kocsikat. De van, aki utálja a kocsit. Tehát a Facebookon már ezt is meg lehet találni, hogy a kiskocsira is lehet haragudni. Megsérült az egyik kocsi, úgyhogy igen, javítással azt mondom. Jaj, de jó. Köszönjük. De egyébként ketten megvállalták, hogy folyamatosan karbantartják. Tehát megnézik, hogy szemétbe rakó legyen belőle, vagy valami. Igen, mindig kell karbantartásra gondolni, nem csak a létrehozásra. Két lelkes tagunk egy folyamatosan teszi. Van az egyiknek a neve a déli áramlat, a másiknak pedig északi szél. Nem a két karban tartozik, én bocsánat. Igen. Nem feltétlenül tudja minden hallgató, pedig már többször szóba került ebbe a podcastunkba, tehát hogy ugye az van, hogy az MKKP a kampánypénzeket, amiket kap a 4 évente a kormánytól, vagy hát a parlamenttől, az országgyűléstől, azokat annak egy részét eltékozolja, de pályáznak rá civilek, és ha jönnek projektek, ezt kiválasztják, és azokra a projektekre el lehet költetni. Ez jelenti az, amikor azt mondtad, hogy MKKP. De most pont aktuális, hogy ezt meg kell jelölni, vagy jegyezni, hogy itt ez kampánytevékenység, mi is felfestettük a két farkú kutyákat, tehát nem arról van szó, hogy mi felújítottunk egy révvárót, hanem arról van szó, hogy kampányoltunk a két farkú kutyapártnak. Ezt a podcast epizódnak, ezt az 1 percet, ezt el lehet majd küldeni a izének nem a NAV-nak, hanem az ÁSZ-nak, az állami szervezetnek el lehet küldeni, hogy elhangzott. De ezt viszont sajnos ki kell, hogy vágjuk, mert egyeset nem végeztem már. Na tessék, hogy most is mit vágunk és hol vágunk? No, tehát mi nem kampányoltuk a két farkú kutyapártnak. Ez egy pályázati pénz. Pályázati pénz volt, a világos. Nyilván, hogy benne volt, hogy az emblémát meg ki kell helyezni. Én szerettem volna kampányolni. Pedig át is adta a területi jelölt a... Igen, fotózkodtál is, te is ott voltál. Ez normális, de nem kampány. Mert ez egy selfie pont lett. Nem ti kampányoltatok, hanem selfie a képfarkú kutyapárt kampányának egy része természetesen. Fel a révváróra. Na, akkor végre tudom, hogy mit jelent ez egy selfie pont. Mert Szentendrén is hoztak ilyet létre 2018-19 környékén az akkori önkormányzat, valami szoborot, és tulajdonképpen akkor találkoztam ezzel a kifejezéssel, először, hogy selfie pont. Tehát, a selfie pontra a jó példa ezek az óriás város feliratok, hogy nem tudom én, valami nagyon kis Békés város szeretnék. Gyula, Héhalom. Angyali, vagy Angyali sziget. Ne borzoljuk a kedélyeket szerintem. Képzeld el. Elég volt. Igény lenne rá? Minden városban van pár ember szerintem, aki akarné a habkartonos 1 méteres betűket. Itt lehetne úsztatva a Dunán, az viszont... Zászlónk lehetne egyébként, sziget zászló. De hogy mi lenne rajta? Még azon összeveszhetünk. Abszolút, igen. Még ne siessük. Két nagy ember méretű szárnyban fölfestve elé áll az ember, pontosan odáig leszkedik. És ez saját nekünk készített kutyapárt logó van rajta. Egyébként, és tehát fölül a figyelmét minden hallgatónk, hogy Angyali szigetnél angyal szárny a selfie pont. Nem tudom, hogy mindenkinek leesette. Most már akinek nem, annak is. Igen. Közben itt zajlik az élet itt a hallgatóknak. Mondom, mert ugye az első a felvételük, hogy kívül vagyunk, és jött egy... Az egyik szomszédnak kell a nagy flex. Az jó lesz, mert az... És cserébe fotót kérjünk tőle rólunk. Nekem ez nagyon élvezetes volt ez a beszélgetés, mert... Kielégített? Egy tök jól működő, tényleg jól működő civil szervezetnek a különféle ügyeiről tudunk beszélgetni, és én szerintem az egy dolog, hogy ezt hallgathatjuk, hát ha van, vagy lesz olyan hallgatók, akiket ez inspirált. Szerintem ez az értelme, vagy ezért csináljuk ezeket a helyi adásokat. Nekem még egy kérdésem van, akkor is felteszem, hogyha totál nem illeszkedik ide. Azt olvastam, hogy a csatorna bevezetése miatt Taksony polgármesterével kellett egyeztetni, és nem értem, Taksony 26 km ide. Miért kellett Taksony polgármesterével egyeztetni? Mert mint mondtam, itt az egész RSD-nek a vizét tették rendbe, és az önkormányzatok alakítottak egy társulást,
és annak a vezetője volt a tapsai polgármester. Á, értem. Jó, és tippeltem. Ő is eljött a kertünkbe, úgyhogy már két polgármestert fogadott az a kert, igen. Szeretnek ide klassz, járni. Köszönöm szépen. Hát persze és van egy potenciális polgármester. De lehet, hogy ilyen polgármester csináló ez a kert, nem? Igen. Be lehet ülni már most. Hol is van ez a kert? A Szőke Oroszlánfog utcába. Igen, ott igen. Leszünk. El lesznek nevezve az utcák. Hát, nem menjünk még bele, már mentálisan mi megegyeztünk a szomszédságban, hogy egy részével a szomszédságnak, hogy ez egy jó irány. Akkor még nem zárom le ezt a témát. Hadd kérdezzem meg, hogy akkor, amikor eldönti az utcaközösség, hogy majd milyen név legyen, ez konszenzussal választjátok ki, vagy többségével? Hogyan zajlik itt a döntés végül is? Mert hogy az a jó, nem, hogy mindenkinek jó legyen. Tehát az a cél, hogy mindenkinek jó legyen a végén. Hát ugye most két körös a buli. Most lehet ajánlani neveket, és akkor utána meg lehet szavazni. És akkor mi nagyképűen azt mondtuk, hogy aki ott lakik, az annak a szavazata többet ér, meg hogyha többen összefognak, akkor azoknak a szavazata többet ér. Akkor még nem tudtuk, hogy ezt hogy fogjuk majd levizsgálni, meg még most se tudjuk. De a lényeg, hogy azt szeretnénk, hogy aki ott lakik, annak tetsző név legyen. Megpróbálunk ez mindenféle technikai lehetőségünket majd bevetni. A lényeg, hogy most még ajánlani lehet, ti is ajánlhattok, tehát nincs megkötve semmi, tehát ha láttok egy ilyen táblát itt, a mi közünknek például, hogyha gondoljátok, akkor én szeretném, hogyha ajánlanátok, kiváló webes felületünk van erre, az itteni benyomásotokból bármi lejön, akkor ennek a kis utcának adjatok nevet, és akkor ígérjük, hogy nem szavazzuk azt meg, és ezért csak ezért kell minden évben ellátogatnotok ide, hogy csak Norris közé, ha már csak Norris híd nem lett, akkor most már csak Norris közé. Michael Colbert közé. De ugyanakkor szerintem az fontos, amit kérdeztél, és ez így nem mond ellentámnak, amit Peti mondta, hanem tényleg az, és végig kell gondoljuk, mert hogy tényleg jöttek olyan visszajelzések, amire nem számítottunk. Tehát az, hogy ez valakinek nem tetszik, hogy elvi szinten van konfliktus, nem arról beszélgetünk, hogy tényekben, meg információkban van félreértés, hanem az látszik, hogy elvi szinten van valami nagyon, ami nem akar találkozni. Ott azért nehéz egy konfliktust menedzselni egyébként, de emiatt valószínűleg tényleg végig kell gondoljuk azt a részét, hogy amikor a véglegesítés szakaszba fordul ez a történet, akkor ott mit fogunk ajánlani. És azért ebben tényleg nincs egyetértés, de szerintem én biztos, hogy azon az állásponton vagyok, hogy ez csak konszenzus lehet, ha akarunk. Ha azt akarjuk, hogy azt a logikát vigyük végig, amit eddig képviseltünk, hogy maga a folyamat az érdekes, nem azt, hogy el legyen nevezve a végén. Mert nem ez a lényeg, hogy el legyen nevezve a végén. Ez egy nagyon jó ürügynek tűnt arra, és egyébként egy csomó helyen igazolódik is, arra, hogy az emberek összebeszéljenek, kicsit sztorikat osztanak meg, nekem miért ez jutott eszembe. Tehát ez történik egy csomó helyen, és történik egy csomó helyen nem így, ez is igaz, és tényleg látni kell, hogy ez van. De hogy szerintem így az, hogy mi lesz a végeredmény, hogy mi lesz a név, vagy hogy lesz a név, vagy nem lesz a név, azt én csak úgy tudom elképzelni konszenzussal, mert... Az a kérdésem, hogy eddig egy egyesület történetében minden projekt konszenzus alapon született meg, vagy volt olyan, ahol más technikát, mondjuk szavazást használtatok arra, hogy eldöntsétek, hogy melyik legyen a jó irány? Én azt mondanám, hogy ez a projekt most attól más, mint eddig, mert ez az egyesületnek az önálló ötlete. Eddig az történt, hogy jöttek fel mindenféle témák, és mi arra nagyon lelkesen reagáltunk, és azon a szinten próbáltuk meg megtalálni a vélemények közti valamiféle metszetet. Ez nekem jó esélye, szerintem konszenzus volt minden esetben, tehát 70 főnél is tudtunk addig beszélni róla, és olyan szisztematikusan aztán leszűrni, hogy mik a prioritások, hogy azt tudtuk mondani, hogy a végeredmény valami olyan, ami mindenki megtalálja maga helyét. Nem tudunk, tehát nyilván az is mondom azt, hogy most nem tudunk elmenni amellett, hogy vannak olyanok, akiket nem tetszik. Az is beszélünk erről, a posztjaink is erről szólnak. Ugyanakkor meg az van, hogy 120 ember már javasolt. Tehát most akkor így hova teszem? Tehát hogy én szerintem még pont abban a szakaszban vagyunk, hogy akkor még most lehet, mutassuk meg, hogy ez kinek fontos, aztán majd meglátjuk, mert ilyen helyzet még nem volt igazából. És szerintem az igazi különbség az tényleg az, hogy most itt ez egy ötlet volt, amit mi hoztunk be, ami nem valakinek a szükségletére, a problémájára reagál. Ez nagyon fontos, hogy ez egy, szerintem egy más műfaja a fejlesztő munkának, amikor valami problémát akarsz kigobozni, meg valami értéket akarsz előállítani. Itt is ott is megtörténik, de hogy valójában itt abból indultunk ki, hogy mi az emberi kapcsolatot akarjuk erősíteni adott szakaszon lakók között legalább. Hadd kérdezzek ide csatlakozóan, mert említettétek, hogy áldáziták zajlanak a Facebookon ebben a témában, de közben azt szűröm le, hogy meg hát arról beszéltünk, hogy mennyire jól működő egy kis közösségben, hiszen emberek egymásra vannak utalva,
És nekem meg az jut eszembe, én nem vagyok szervezetfejlesztő, de már sok minden ilyen helyzetet láttam, és valahogy az ugrik be, hogy az online vitákban sokkal többet engednek meg maguknak az emberek, mint az offline, tehát a fizikai valójában, és sok szervezetnél az nagyon fontos, hogy szervezzenek olyan eseményeket is, amikor fizikailag elmennek, kirándulnak, tehát bármit csinálnak, mert azok, akik már ismerik egymás szagát, most értsétek jól, tehát hogy izzadtak le együtt egy kirándulás során, azok sokkal kevésbé támadnak egymásra ügyekben. És hogy egy ilyen eset, amikor az látszik, hogy online nagy vita alakul ki, hogy akkor itt az lehet esetleg majd megoldás, vagy erre törekedtek, hogy viszont fizikailag összehozni az embert, és fizikailag valamifajta módszer szerint beszéltek végig mondjuk a tábla ügyeket? Azért, szóval ebben nincsen, szerintem ezt nem beszéltük össze, szóval, hogy így egyrészt a megisztemébe próbálok maradni, hogy igazából én azt látom, hogy ez egy olyan helyzet, amiben egyszerűen nem, én nem látom azt a helyzet, amikor ezt ki kéne nyitni, és azt kéne megkérdezni, na hát akkor akarjátok ezt, hogy tetszik ez, szóval, hogy arra felültet adni magunkon, hogy akkor személyesen is szembe legyünk köpve, mert már azért ezt így lehet nem fog megtörténni, de én őszintén meglepődtem azon, ami történik, és nekem nagyon nehezen, és tudom, ismer a Facebook dinamikáját, de nyilván, amikor az ember szembe jön vele, az oké. Okay. És igazából pont ez az egyetlen dolog, ami például nem tartja a lelket, hogy azt mondogatom magamnak, hogy ez a Facebook. Ugyanakkor nekem a meglepetés pont az hozta, hogy olyan emberek nyilvánultak meg olyan formában, akikről én azt gondoltam, hogy én már találkoztam vele, beszéltem már vele, ültem már a házába, és meglepődtem azon, hogy minthogyha az alapfeltevés is hiányozná ebből a rendszerből, hogy ő el tudja azt képzelni, hogy velünk egyébként normálisan lehet ülni, megbeszélni dolgokat. És nem tudom, hogy ez minek szól-e annak, hogy egyébként mi elkezdtünk egy elég komoly erőt felmutatni a szigeten azzal a szervező munkával, ami mögöttünk van, és ez sok esetben majd, nem tudom, indukál egy másik fajta, nem tudom, mozgást a sziget egy másik részébe, simán ez is előállhat, csak engem például ez lepett meg a leginkább, és személy szerint is keresem azt, hogy ezt mivel lehetne jól oldani, de azt gondolom, hogy az egy, hogy mi reagálunk ezekre, a másik meg, szóval, hogy én nem tudok elmenni amellett, hogy a 120 embernek tetszik, hogy olyan történeteket osztak meg maguktól az emberek, amiben az van, hogy neki nem tudom milyen Judit volt a szomszédja, aki már nem él, de neki szeretne ezzel emléket állítani. Szóval én egyszerűen ez szerintem nagyon széles, nagyon éles ez a kontraszt, és igazából én azt keresem, hogy tudunk úgy meglenni, hogy annak is sérüljön a kis érdeke, akinek ez nem tetszik, meg annak is teret tudjunk adni, akinek amúgy ez így tetszik. És én annak örülnék a legjobban, hogyha kérdéseket kapnánk, nem minősítéseket, mert szerintem a kérdések visznek így elő, meg feltételezik azt, hogy esetleg így érdekel, hogy amúgy mi van ezeknek a hülyéknek a fejébe, akiket amúgy szélnél tudok savazni nagyon könnyedén kettő messenger üzenettel is, és nem gondolok abba bele, hogy van felelősségem abba, hogy utána 80-an állnak be savazni még minket, és nem moderálok egy ilyen beszélgetést, hanem hagyom, hogy gerjedjen a feszkó, és az oké, hogy szerintem egy ilyen ügy kivált 6 feszkót, ezt most megtapasztaltuk, de az ilyen üzenetek csak azt válthatják ki. Tehát, hogy ha csak azért írok be, hogy minősítsek valakit, nem tud más eredménye lenni, mint hogy akkor beállnak a minősítők még mögénk, vagy mögé. Ez meghozhat pozitív, meg negatívat is, szóval én ebben nem tudom, mi lesz majd a jó megoldás. De egyébként én azon gondolkozom, hogy ez is csak az én véleményem, hogy lehet belőle kimaradni, és akinek ez nem tetszik, az akkor az a helyi közösségben egyezzen meg, vagy győzze meg őket, hogy akkor itt ne legyen tábla, ő nem akarja látni, és akkor ők egyszerűen kimaradnak. Viszont az, akinek ez tetszik, annak meg hadd legyen. Itt ez egyébként egy probléma van, hogy ez úgy működik, hogyha te kiraksz egy utcatáblát, ami 10 embernek tetszik, és csak egynek nem, azaz egy az leszedheti. Tehát, hogy és akkor annak az egynek érvényesül az akarata. Hát tehát ez azért nem balanszolt szerintem ez a dolog. A Facebook szintén azért nem balanszolt, mert fröcsögni jobb, meg könnyebb, mint jó dolgokat. De sajnos ez megint nem akarok mindig ide kiukadni, de mindig ez a vége, hogy egyébként is van egy frusztráltság szerintem a társadalomban. Hát az egész társadalomban, igen. De nekem van olyan beosztottam, aki a rossz teljesítményét azt ezzel magyarázta, hogy klímaválság van, felmentek az árak, nem ér annyit a fizetése, és akkor miért csodálkozunk azon, hogyha feljön egy ilyen téma, és akkor az fog kijönni belőle, hogy rohadjatok meg. És ez nem jó. Tehát, hogy alapvetően én azt gondolom, hogy ezen
keresztül mi nem tudjuk megoldani ezt a kommunikációs válságot, amiben a társadalom van. Mi csak elszenvedői vagyunk ennek az elmúlt x éves lefelé zuhanó pályának. Remélem, hogy az alján vagyunk, de kötve hiszem egyébként. Én csak a magam nevében tudom mondani, én azért azt látom, hogy ti sokkal jobban kezelitek ezeket, meg sokkal tudatosabban, én legalábbis ezt látom. Ugyanezzel akarom visszahúzni a hangulatot, igen, hogy én azt gondolom, hogy nektek van a legtöbb esélyetek gyakorlatilag az általam ismert közösségek azt közül, gondolom erről, hogy ezt mégis jól oldjátok meg. Törvényszerű. A mi szervezetünk közel három éves történetében, hogy mint a gyerekbetegségek a kanyaró. Tehát át kell esni egy olyan szituáció, mert meg fog erősíteni, vagy immunisál, kezelhetővé teszi a későbbi előremenetel során fölmerülő konfliktus kezelést. Ami azt jelenti, hogy ugyanazok, akik opponálják most ezt, hogy elegánsabb mondjam ezt az utcaneveket, hogy ugyanakkor a következő bejegyzésben meg szemrehányást tesz, hogy hát a sziget északi területén még nincs elintézve a villany, és az Egyesület erről nem akar tudomást venni. Tehát már eljutottunk oda a harmadik évben, hogy úgy képzelnek minket, mint a színpadon egy társulat, ő ül a zsőjében, a páholyban, és megrendeléseket ad, sőt, indignálódik, hogyha az ő vágyai esetleg hátrébb szorulnak, vagy éppen nem látja ott megnevezni. Eljutottunk a részünk kormányzathoz. Ez a másik dolog, meg a Facebookról. Fölteszek egy kérdést. Olvasott-e valamelyikünk már olyan hozzászólást, vagy reflektálást, hogy nagyon köszönöm, hogy felhívta a figyelmemet, hogy az én álláspontom helytelen, hálás vagyok önnek, és igaza van. Nekem volt egy ismerősöm, akinek a szomszédja japán fordításból találkozott ilyennel, hogy tisztelt Okumara-szán, mély meghajlással, köszönöm, hogy felhívta a figyelmemet, hogy az én álláspontom téves. Magyar nyelven visszameltünk el, Ó Magyar Mária Siralomi, magyar nyelven én még ilyet nem láttam. És nem is várok, persze. Azért az időnként elhangzik, hogy igazad van. Szerintem ez egyébként... Én valamelyik filmben egyszer hallottam még azt hiszem a kommunizmusról, hogy azt kellett mondani a beosztottnak a vezető irányába, hogy köszönöm elvtárs a szemlélet kiigazítást. 50-esi valóban volt. Hát, köszönjük szépen, de nem engedünk el benneteket, van még két témánk, vagy nem témánk, rovatunk. Rovatunk van. Refutáljunk? Refutálja. Refutálunk, ez az egyik témánk. A felvételt már elmondtam nektek, hogy ugye refutálás az a rovatunk, hogy lerántjuk a lepret, vagy éppen kiderül, hogy ez mégiscsak igaz, az a sztori, amit most mondani fogok. Kétféle módon is megtaláltam, hogy kétféle verzióval megtaláltam ezt az idézetet. Csak abban a statisztikában hiszek, amit én magam hamisítok. Csak azt a statisztikát hiszem el, amit én magam hamisítottam kétféle verzióban. Churchill? Tulajdonítják. Te azt mondod rögtön, hogy tulajdonítják? Igen, de nem mondott ilyet. Szerintem nem mondott. Szerintem nem mondott ilyet. Én ezek után már nem merek megszólalni, de nekem jól hangzik, olyan Churchill-es. Olyan Churchill-es? Szándor jól mondta rögtön, nem mondott ilyet. Valóban Churchill-nek tulajdonítják. Angolul is kétféleképpen van talán, nem, egyféleképpen talán, mert I only believe in statistics that I doctored myself. Ez valószínűleg a második világháború alatt a németek terjesztették el, a német propaganda miniszter, hogy a Churchill így játszik a számokkal, és sokan el is hitték, vagy el is könnyen hihető, hiszen Churchill valóban volt benne egy ilyen arrogancia. Akár mondhatta is volna. Igen. De nem igaz. Mondom, hogy hol találtam meg, ahol ezt tök komolyan kírták, Klubrádió. Index, még 2010-ben, tehát hogy ez még egy független index. A szakmai továbbképző nevű OK és képzés tartalmazó statisztika óra bevezetőjében. Tényleg nagyon sok helyen elterjedt, nem, kedves hallgatóink, nem mondtak ilyet. Churchill, bocsánatot kérek, Churchillről szó, nem állom meg, hogy ne osszam meg veletek, ami viszont igaz. Közismerten egy zárkózott magorva természetű ember volt, és a kornak most a nevét hadd ne mondjam, egy nagyon híres színésznő ír Churchillnek levelet, hogy tisztelt miniszterelnök úr, kedves Winston, szeretettel meghívom és küldök két jegyet, bizonyára hallott a közelgő premierről, amit a melyik teáterben fogok a főszerepet játszani.
hozzá el, két jegyet küldök, hozzá el a barátját is, ha van. Churchill válaszol, tisztelt asszonyom, nagyon köszönöm a kedvességét, a meghívókat. Sajnos tárgyalásom van a megadott időpontban, de a premierre nem tudok elmenni, de a következő előadáson ott leszek, ha lesz. Nagyon szép. Viszont hadd folytassam. Gyönyörű. Ugyanis van egy olyan kifordítása ennek a mondásnak, hogy ami úgy hangzik, hogy there are lies, damn lies and statistics. Tehát, hogy van hazugság, nagy hazugság, és van a statisztika. Tehát van egy ilyen kifordítása, ezt Mark Twainnek tulajdonítják, ezt a mondást, hogy ez vajon igaz-e? Nem tudom képzelni én is. Egyszer már tényleg fog hozni olyat, ami tényleg igaz, ez se igaz, és ez is számtalan helyen megjelenik. Én is simán elhiszem, hogy Mark Twain mondott ilyet, de nem. Bizonyos Disraeli, ő egy miniszterelnök volt Nagy-Britanniában, hogy neki tulajdonítják, de ez se igaz, ő sem mondott ilyet. Valószínűleg egyébként, hogy egy bizonyos Leonard Henry Courtney nevű brit közgazdász talán egy beszédében mondott valami hasonló, de ez nem igaz, ez se. Úgyhogy ez azért érdekes, mert rengeteg statisztikus egyébként kikéri magának ezt a mondást, hiszen ez egy eléggé dehonestáló mondás, ilyeneket nem mondott. Itt inkább ezt a rovatotokat ki kéne egészíteni azzal, hogy megfejtitek, hogy miért kezdték el Churchillnek tulajdonítani, miért volt ez érdekes. Hát ő is az, és miért hittük el. És mi miért hittük el. Igen, hadd mondjak el, Mark Twain, ha szóba került. Na, jól is van. Igaz mondás, ami úgy szól, hogy a hazugság már kétszer megkerüli a földet, míg az igazság még csak a cipőjét húzza. Utána fogunk nézni, hogy ez vajon igaz-e. Igaznak igaz, csak hogy vajon Mark Twain mondta. Mondta. Legalább, hát persze nem voltam ott. És hallgattok-e podcastokat? Abszolút. Uh-huh. És ajánlanátok-e podcastot a hallgatóinknak? Nekem az egyik nagy kedvencem a Csúnya rossz majom, hogyha ismeritek. Tényleg? Én ismerem? Ez szerintem zseniális, mert most a legutóbb, nem tudom, egy-két hónapban nem követtem, de előtte rengeteg vidám percet okozott nekem, meg nagyon szeretem az élőben jó fejt, azt meg a horvát Oszkár csinálja talán. Élőben jó fej? Aha. Előkeressük, belinkeljük a show-notes-ba. Igen, de hogy ilyen podcast formába szoktam én találkozni vele, tehát megcsinálják, úgyis tök jó, szerintem. Hihetetlen történelem, nem az volt, amit sokan azt hallgatok? Azt a kocsiban szoktuk ilyen hallgatni, ha utazunk. Én azt szeretem. De ha már történelem és hihetetlen történelem, akkor ajánlom a másikat, a képtelen történetek talán. Szintén történelmi dolog, és mi a feleségemben szintén a kocsiba hallgatjuk, és szakadunk, én néha nem bírok vezetni. Szerintem volt, találkoztunk már azzal, azt hiszem. Majd akkor hosszú úton ez a legjobb szórakozás szerintem. Nekem a boríző hang. A 444-es a keddenként nyilvánosan megjelenő, vasárnaponként az előfizetőknek megjelenő. Hát ennyire nem vagyok készítében, de az utóbbi időben a férjem hallgatja, és a rendszeresen most már így kérem is reggel, amikor nem tilos megy nyilván, akkor azt. És ti hallgattok podcastot, és ha igen, akkor ajánlátok el? Én a Borizit szoktam, de nem vagyok nagy hallgatója, inkább olvasó, már koromnál fogva. Hát ez nincs korhoz kötve. Szabad Európa hírlevelet, azt rendszeresen kapom és örülök neki, de a podcast az ditkám. Nem is én ajánlom, hanem mondja a csajom, a Dóri, a állandó szerkesztőm hívta fel a figyelmemet, hogy ajánlanom kéne egy podcastot itt. Portfóliónak van egy Telepesek című podcastja, ami elsősorban arról szól, hogy 2013 és 2017 között az EU-n kívüli állampolgárok, tehát az oroszok és főleg a kínaiak részére letelepedési kötvény vásárlásért cserébe le lehetett telepedni Magyarországon, vagy letelepedési engedélyhez lehetett jutni, és hogy ez nyilván innen nézve, tehát a mi politikai nézőpontunkból egy eléggé vitatható esemény volt, de ez a podcast kivételesen nem a mi nézőpontunkat követi, hanem az ide betelepülőknek a nézőpontjából. Azt hiszem, hogy 6 részes podcast sorozat keretében meséli el ezt az időszakot, és egyébként egy kínai betelepülőnek a történetén keresztül. Aki nagyon sok pénzt fizetett azért, hogy itt élhessen. Itt élhessen.
Én nem mertem még elindítani, akkor azt mondja a Dóri, hogy... A Dóri azt mondja, hogy jó, és a Dóri ajánlásai eddig nekem mindig bejöttek. De mernék én más mondani, ugye? Én együtt élek vele. Én megint ajánlok podcastokat, kettő podcastot ajánlok. Az egyik a Margó Fest. Van a Margó Festnek podcastja. Igen? És képzeljétek el, hogy, hogy ők így csinálnak beszélgetéseket ott a színpadon, a költőkkel, írókkal, könyvesekkel, és hogy utána fölrakják hetente egyet-kettőt, fölraknak utólag meg lehet hallgatni, és én majdnem mindegyiket most elkezdtem meghallgatni, és érdekes vagy, szóval jó. Reméljük, hogy jó lesz most, hétvégén megyünk. Igen, mert a Margó Fest azt hiszem évente kétszer van, ugye, tavasszal meg... Most már mondjatok ki, mi az a Margó Fest, mert irodalmi fesztivál, és független, tehát azt hiszem, hogy nem a nem tudom, irodalmi, nem tudom milyen hivatalosságok szervezik, hanem ez egy tök civil szervezés, 5-10 évet csinálhatják kb. Úgy képzeld el, mintha nem a filmfesztivál, hanem van az OFF filmfesztivál, ugyanez, hogy a Margó is, de most már ez egyik legnagyobb irodalmi filmfesztivál lett tulajdonképpen. És lesz az Aranyakord, aki nem ismeri, az hallgassa meg a Kis Tibinek a... zenekarát. Ott fog felépni pénteken, igen. Szóval ez az egyik, amit belinkelünk a hallgatóinak, és ha nem ismerik, szerintem próbálják ki, főleg, hogyha érdeklődnek az irodalom iránt. A másik pedig a Grognard Reggelik nevű podcastot ajánlom a kedves hallgatóinknak. Nem tudom, hogy ki az, aki valaha szerepjátékozott fiatalabb és nem fiatalabb korában, mindesetre ezek szerepjátékos emberek, és csinált a podcastot, és szerepjátékról beszélgetnek. Aki van olyan hallgató, akit ez érdekel, annak belinkelem. Én tökéletlenül futottam belőjük, és meg is hallgattam egy részt, érdekes volt. Ez ide tartozik, és nem feltétlen, de talán podcast, mert van egy ilyen nyomozós podcast, azt hiszem a Telexen csinálják, és ott például a szerepjátékos, volt egy ilyen gyilkossági ügy, ahol egy ilyen szerepjátékos csoport, vagy ők, vagy máshogy, de lényeg, hogy volt ott egy szövevényes gyilkosság, és ezt egy hat részes podcastban járják körül, ezt egyszer meghallgattam, és ez elég jó. Igen, ez egy nagyon jó minőségű podcast. Nagyon sok nyomozó munkát beletesznek, és fantasztikus. Tök érdekes új műfaj egyébként, ez a True Crime. Igen, és izgalmas. És ők nagyon jó válsatották meg az első kísérletüket, igen. Úgyhogy akkor várjuk a Telextől, vagy bárki mástól a további True Crime-okat itt Magyarországon? Hát, hogy ajánljanak minket, mint podcastot, ha már így. Nem fogják, mert tudod, így, hogy az átlátszónak a izéje vagyunk, így van egy ilyen conflict of interest ebben a dologban. Tehát félek, hogy nem fognak mert minket. Mert a gyökost a direkt 36-ot futtatják, vagy hát, ez vagy van? Vagy valaki, nem tudom. Jó, igen. Szerintem nem bogyolódjunk ebbe bele, mert belekeveredünk. Nagyon köszönjük, hogy eljöhettünk a kertetekbe. Köszönjük, hogy áthozhatok minket csónakkal, és majd vissza is visztek minket. Köszönjük szépen a beszélgetést, szerintem tényleg, én nagyon éreztem, ahol szerintem nagyon jól beszélgettünk, és remélem, hogy a hallgatóink is azt gondolják, hogy követendő példa a ti egyesületek. Nagyon inspiráló volt, igen. Laci bácsi, megint egy élmény volt. És mivel én vagyok a legtávolabb. Várjál, elköszönöm még a hallgatóktól, köszönjük szépen, sziasztok hallgatók! Sziasztok hallgatók! Ismét elmúlt egy hétvége, és hajómérnök barátom ismét jól kimotorozta magát. Mindenki kipihent és boldog. Mindenki jól érezte magát, mert mindenki mást csinált, mint amit otthon szokott. Boldogok a vízi madarak is, mert egy hétig nem berregnek a vízen azok a micsodák. Nagyon boldogok a békák is, mert egy hétig megint sajátjuknak tekinthetik a combjukat. De a legboldogabb én vagyok, mert befejeztem a filmet, és végre egy jó kiadósat pecázhatok én is.